Elutasítja a kötelező migráns kvótát Lengyelország. Az elnök, a miniszterelnök és a külügyminiszter is arról beszélt, hogy határozottan ellenzik a bevándorlók szétosztására vonatkozó uniós terveket. Lengyelországban egyébként akár népszavazás is dönthet a kötelező migráns kvótáról. Az egyik lap főszerkesztője szerint nem csak 2000 bevándorlóról szól Brüsszel döntése, hanem arról, hogy innentől kezdve megnyílik egy csatorna, amelyen keresztül a jövőben 20 000, 200 000, sőt 2 millió illegális bevándorlót is Lengyelországba telepíthetnének. Népszavazást szorgalmaznak Lengyelországban a migráns kvóta miatt. Ezzel a címmel jelentetett meg cikket a Magyar Nemzet. Azt írják, a V-Politice lengyel konzervatív hírportál főszerkesztője véleménycikkében úgy fogalmazott, a döntés következményeit több generáció fogja viselni, valamint ez fogja meghatározni, hogyan fog kinézni Lengyelország 10-20 vagy akár 50 év múlva. Jacek Karnowski hangsúlyozza, nem csak 2000 bevándorlóról szól a kötelező kvóta, hanem arról, hogy innentől kezdve megnyílik egy csatorna, amelyen keresztül a jövőben akár 200 000, sőt akár 2 millió illegális bevándorlót is Lengyelországba telepíthetnek. A publicista szerint a népszavazást már az idei őszi parlamenti választásokkal egy időben is meg lehetne tartani. Lengyelország határozottan ellenzi a migráns kvótát, ezt az álláspontot erősítette meg hétfőn a lengyel külügyminiszter is, miután svéd kollégájával tárgyalt. Számunkra és a lengyel társadalom túlnyomó többsége számára ez egy olyan projekt, amely alapjaiban elképzelhetetlen. Elutasít sok olyan értéket, amelyeken közös életünk az Európai Unióban, hangsúlyozta Zbigniew Rau. Kedden pedig az úgynevezett Weimári háromszög csúcs találkozóján Párizsban tartózkodó lengyel elnök azt mondta, hazája vállaira már most is komoly súlyok nehezednek, mivel több millió ukrán menekültet fogadtak be. Segítettünk, de őszintén szólva mi magunk nem kaptunk különösebb segítséget az Európai Unió intézményeitől sem. Szkeptikusak vagyunk a más irányból érkező migránsok befogadásával kapcsolatban, fogalmazott Andrzej Duda. A lengyel elnök ígéretet tett arra, hogy továbbra is eleget tesznek a humanitárius kötelességeiknek, de csak a józanész keretein belül. Varsó tiltakozni fog a migránsok áthelyezése ellen az Európai Tanács ülésén. Erről már Mateusz Morawiecki beszélt. A lengyel kormányfő azt mondta, nem lesz egyedül, mert épül a tervet ellenző országok koalíciója. Csehországgal és Magyarországgal együtt megvédtük Európát ettől 2018 júniusában. Olvassák csak el az Európai Tanács 2018 júniusi ülésének jegyzőkönyvét. A mi nagyon határozott álláspontunk volt az, amely ennek a politikának a megfordítását eredményezte. Jelentette ki a kormányfő hozzátéve, csak úgy, mint akkor, ezúttal is meg fogja védeni Lengyelország szuverenitását.